az arany? Dr. Tompos András az MTA Természettudományi Kutatóközpontjának Anyag- és Környezetkémiai Intézetének igazgatóját az arany tulajdonságairól és az arannyal kapcsolatos kutatásairól kérdeztük. Az arany jelen van ugyan a világon, a földkérekben mindenütt, de ez az eloszlás, ez homogén eloszlás, és nagyon kis koncentrációt jelent. Nemes fém, tehát nem tudja az oxigént megkötni, hát természetesen úgy viselkedik, mint a többi fém, tehát jó elektronvezető. De az igazán érdekes tulajdonságai az én számomra, miután én heterogén katalízissel foglalkozom, az a nanoméretű tartományban kezdődik el, tehát a nanoméret 10⁻⁹ méter, a méternek az ezred része a milliméter ezred része a mikrométer, és a mikrométernek az ezred része a nanométer. Tehát ebbe a tartományban az arany meglepően aktív, katalitikusan aktívvá válik, és ezt a meglepőt nem várt tulajdonságát még csak egy 23-24 éve publikálták először tudományos folyóiratban. Minden egyes katalitikus anyagnál a nanoméretű tartományt vizsgálják a heterogén katalízisben. Minden számolás azt mutatta, hogy neki katalitikus aktivitása nem is lehet, ezért nem is vizsgálták. Az átütő erő az 1987-es publikációban történt meg, egy japán professzor Haruta publikálta, hogy az arany a szénmonoxid oxidációját már szobahőmérséklet alatti tartományokban is katalizálja, és képes széndioxiddá alakítani. Azóta számos reakcióban bizonyosodott be, hogy az arany katalitikusan aktív tud lenni. Én a hidrogén technológiák területén tevékenykedem, meggyőződésem, hogy a jövő a hidrogéné. Többek között azért, mert az élet minden területén képes arra, hogy az energia szükségletet kielégítse, egész kis alkalmazásoktól, mobil alkalmazásokon keresztül, az erőművi alkalmazásokig, nem megfeledkezve családi házak energiaellátásáról, vagy bármilyen más villamos energiaellátásról, az autóiparban, az elektromos járműveknek az előretörése során a következő lépés már az, hogy nem csak akkumulátorról fognak ezek működni, hanem tüzelőanyagcelláról is. Az akkumulátor és a tüzelőanyagcellás technológia egymást kiegészítve képes lehet arra, hogy forradalmasítsa újra a közlekedést, és a robbanó motorokról végre át tudjunk térni az elektromos meghajtásra. Az arany a hidrogén tisztításában játszik kulcs szerepet. Megtisztítva a hidrogént lehet alkalmazni utána a tüzelőanyagcellákban már a hidrogént. Ahhoz, hogy platinamentes elektródákat állítsunk elő a tüzelőanyagcellában, szerepet kaphat az arany. Vannak már most is próbálkozások, például katódok elektrokatalizátoraként aranyötvözeteket alkalmaznak, nagyon komplex nanoszerkezeteket hoznak létre. E különleges fém keletkezését titok fedi. Többféle elmélet is létezik. Egy biztos, égi eredetű. Dr. Grandpierre Attila, csillagász. Nagy kérdés, és újra meg újra úgy tűnik, hogy találtak egy valószínűsíthető megoldást, de újabb és újabb kérdések merülnek fel, mert az arany eredetéhez rendkívül magas hőmérsékletre van szükség, olyan magas hőmérsékletre, ami még a nap nyugodt magjában uralkodó 15,6 millió fokos hőmérsékletnél is jóval nagyobb, és a nagy sűrűség is kedvező az ilyen nehéz elemek keletkezése számára. Különböző módszerekkel próbálkoznak, hogy megállapítsák ezeknek a nehéz elemeknek a létrejöttét. Az elemek úgy keletkeznek a világegyetemben, hogy egyrészt az a metagalaxis, amit észlelhető világegyetemnek nevezhetünk, úgy tűnik, hogy egy ősrobbanásban jött létre, és ebben az ősrobbanásban termelődött a hidrogén és a hélium és a lítium. A többi nehéz elemet már az ősrobbanásban uralkodó kezdeti magas hőmérséklet és sűrűség már nem hozta létre, mert 300 000 éves időskálán úgy lehűlt, és annyira ritkává vált, hogy nehéz elemek észrevehető mennyiségben nem keletkeztek. Akkor honnan vannak ezek a nehéz elemek? Mivel magas hőmérséklet kell hozzá, csak csillagok központjában, csillagok energiatermelő körzetében, ahol a magreakciók hatására a hidrogénből, héliumból, lítiumból nehezebb elemek jönnek létre, mint például a szén, a nitrogén és az oxigén. A nap magjában az energia a proton-proton ciklussal termelődik, ami azt jelenti, hogy a proton ugye az a hidrogén atomnak a magja. A nap magjában a hidrogénből hélium termelődik. A napnak a magjának a hőmérséklet 15,6 millió fok. Az én egyik elgondolásom, ami a Heliosz elméletnek, a naptevékenység elméletének a része, hogy a nap magjában nem csak ez a 15 millió fokos hőmérséklet uralkodik, hanem időről időre, mivel tökéletesen kiegyensúlyozott hőmérséklet a nap magjában sem
állhat fent, és hogyha ott valamiféle változás lép föl, akkor azáltal, hogy a nap magjában az energia, a proton-proton ciklus a hőmérséklet negyedik hatványával arányos, ez azt jelenti, fedeztem föl, hogy ha egy kis körzetben kétszeresére nő valami zavar miatt a hőmérséklet, akkor ott az energia a kettőnek a negyedik hatványával arányosan fog termelődni, vagyis azt jelenti, hogy kétszer, vagyis 16-szor gyorsabban fog termelődni az energia, de mivel az energiatermelés megnöveli a hőmérsékletet, ezért a kiinduló kétszeres hőmérséklet többlet gyorsan, rendkívül gyorsan, egy másodperc alatt, vagy még rövidebb idő alatt, 16-szorosára nő. Egy önmagát erősítő kör jöhet létre, hogy mikor valósul meg ez az önmagát erősítő folyamat, azt annak a pontos feltételét kiszámoltam, figyelembe véve azt, hogy az energia hogyan adódhat le, így létrejön egy forró buborék. Arra következésre jutottam, hogy a nap magjában nem csak 15,6 millió kelvin fok lehet, hanem ezekben a forró buborékokban akár milliárd kelvin fok is létrejöhet. Az 1990-es évben a Solar Physics-ben, ami a napfizikának a világon az első számú folyóirata, az egyik havi kiadványnak a legelső cikkének tették be azt a cikkemet, hogy hogyan működik a nap. A nap magjából elindul fölfelé a felhajtóerő hatására ez a forró buborék, és ott zajlanak benne olyan robbanásos magreakciók, amik a nyugodt napmagban nem zajlanak, mert jóval alacsonyabb a hőmérséklet. Így aztán sok-sok nehéz elem termelődik, köztük a nitrogénnek a 15-ös izotópja, hogy termelődik-e arany, vagy termelődhet-e észrevehető mennyiségben, tehát egy bizonyos küszöbérték felett az arany az ilyen folyamatokban, ez egy nagy kérdés. Az inkák hite szerint az arany képviselte napistenük dicsőségét. Az értékes fémet a nap könnyeinek tulajdonították. Az indiánok az aranyat nem használták fizetőeszközként. Az arany iránti szeretetük egyedül esztétikai és vallásos volt. Dr. Gyarmati János, régész, a Néprajzi Múzeum múzeológusa, több éven át végzett ásatásokat Latin-Amerikában, Peruban, Mexikóban. Hogyha az aranyról beszélünk, akkor egész Latin-Amerikában a legismertebb az a Közép-Amerikának mondjuk a déli része, és Dél-Amerikának az északnyugati része, hogy ne ilyen rébuszokba fogalmazzak, mondjuk Costa Ricától Kolumbiáig, Ecuadorig. Ott léteztek úgynevezett aranykirályságok, amelyek valóban óriási mennyiségben készítettek aranytárgyakat, vagy aranynak tűnő aranyozott tárgyakat. Ez volt az a terület, ami a legendák alapján a spanyolokat ugye elindított arra, hogy Eldorado után kutassanak. Ez egy olyan mítosz, ami kolumbiai indián népkörében maradt fenn, és ugye ez a spanyol szó, az Eldorado, az aranyozott ember, aki a legenda szerint egy helyi uralkodó volt, aki trónra lépésekor nagyon nagy mennyiségű aranytárgy kíséretében és saját magát is bearanyozva hajózott ki az egyik tó, ez a Guatavita nevű tó, és akkor ott bedobták ezeket a tárgyakat, illetve ő ebbe a tóba megfürdött. Ennek ugye olyan nagy legendája lett, hogy a spanyolok hosszas expedíciókat vezettek ennek az Eldorádónak, ennek az aranykirályságnak a megtalálására, illetve amikor a technikai lehetőségek megengedték a későbbi időkben, akkor megpróbálták lecsapolni ezt a tavat, ami nem sikerült, de az tény is való, hogy ha valaki módja lenne mondjuk elmenni a bogotai aranymúzeumba, akkor hihetetlen mennyiségben, gazdagságban és sokféleségben találna aranytárgyakat, sőt, mi több, ezekben az országban van, ahol több aranymúzeum is van, történetesen Kolumbiában, Cartagenában is van egy másik aranymúzeum, tehát ez mutatja ezeknek a kincseknek a mennyiségét, de hát ez, ahogy említettem, Panamában, Costa Ricában is megtalálható, de a korábban említett Peruban is. 1987-ben találták az első olyan uralkodói sírt Peruban, amiben óriási mennyiségben találtak nemesfém, arany és ezüst tárgyakat. Ez volt a régészek által feltárt első ilyen sír, de persze ilyen tárgyak sokkal korábban kerültek elő. Talán egy ismert dolog, hogy a spanyolok, mikor Perút meghódították, akkor a akkori inka uralkodót foglyul ejtették, és akkor egy váltságdíjban állapodtak meg, hogy egy bizonyos termet kell egyszer vagy többször aranyjal és ezüsttel megtölteni, és amikor ez megtörtént, akkor szabadon kellett volna engedni az uralkodót, természetesen a spanyolok nem tartották be a szavukat, halálrétvétig kivégezték ezt az uralkodót, de hát ugye ez lett úgymond az inkáknak az aranya, amit aztán a spanyolok persze beolvasztottak, hiszen számukra
nem az aranyból készült tárgyak voltak, nem az esztétikai, nem a vallási értéke volt fontos, ami az indiánok számára alapvető volt, hanem ennek a kincsképző része, az európai értelemben vett vagyon része, és ez az, ami abszolút megkülönbözteti az őslakos, az indiánoknak, nem a maiakról beszélek, hanem a spanyolódítás előttiekről, a felfogását és a viszonyát ezekhez a tárgyakhoz, meg a milyenket. Talán úgy lehet a legjobban megvilágítani, hogy egy perui mítoszt idéz föl az ember, ami arról szól, hogy hát megteremtették a különböző rendű és rangú embereket, és a közembereket azokat részből, és a nemeseket pedig nemes fémből. Ez mutatja, hogy a viszony egészen más ezekhez a tárgyakhoz. Itt sokkal inkább a presztízsképző szerep, a rangjelző szerep, a vallással való kapcsolódás volt a fontos, vagy az, hogy mondjuk egy fontos ünnepségen a nép által elismert és tisztelt uralkodó úgy jelenjen meg, mintha maga mondjuk a nap lépne eléjük. Itt ugye az is fontos dolog, hogy ezeknek az aranytárgyaknak a hangja, ahogy valaki megmozdul, amikor a viseletén rajta levő tárgyak, ugye hangot adnak, fémtárgyak hangot adnak, és a színe együtt keltett egy nagyon erős hatást. Tehát valahogy így lehetne összefoglalni a különbséget az európai és az amerikai őslakosok felfogása között. Talán egy valamit kiemelnék, ez egy kolumbiai aranykincs, ez az úgynevezett Quimbaya kincs, ami egy sor aranyedényből állt. Ez azért érdekes ennek a története, mert ahogy említettem, ugye Kolumbiában léteztek ezek az úgynevezett aranykirályságok, ahol talán minden más népnél nagyobb arányban használtak nemesfém tárgyakat. Ezeket aztán eltemették az adott személyekkel, tehát ez is egy nagyon fontos különbség. Egy családban mondjuk aranytárgyak vannak, a karikagyűrűt eltemetik azzal, vagy a nyakláncát, aki esetleg meghal, ez ugye mindig egyéni döntés kérdése, de egyébként nyilvánvalóan megőrzik ezeket a tárgyakat, hiszen pénzt, vagyont jelent. Ellentétben mondjuk az amerikai őslakosság felfogásával, ahol eltemették az uralkodóval együtt ezeket a tárgyakat, tehát ha tetszik, kivonták a forgalomból ezeket a tárgyakat, és ez a bizonyos kincs is így került a földbe. Ezt 1890-es években találták meg, ezt az említett bizonyos Quimbaya kincset, és hát az érdekessége az volt, hogy akkoriban tartották, azt hiszem Madridban az egyik első ilyen úgynevezett amerikanista világkongresszust, ahol hát a világ minden részéről ugye összegyűlnek azok az emberek, akik Latin Amerikával foglalkoznak, plusz az az időszak volt az, amikor Spanyolország a egykori gyarmatokkal kezdte normalizálni a viszonyokat, ugye 60-70 év után, a felszabadító háborúk után, és akkor a kolumbiai állam felajánlotta ezt a bizonyos Quimbaya kincset, ez a mai napig is egyébként ki van állítva a madridi Amerika Múzeumban, azzal, hogy hát majd úgy is lesz még ilyen. Ebből a fajta kincsből nem lett, de hát egyébként, ahogy mondtam, hogy több emeletet tölt meg ez a Bogotai Aranymúzeum aranytárgyakkal, de talán az is sokat elmond az indiánoknak az eltérő felfogásáról, hogy ezeknek a tárgyaknak a jó része, amit mi egyszerűen aranytárgyaknak nevezünk, ezek ötvözetek, aminek az arany tartalma csak minimális, néhány százalék. Amit különböző vegyészet és technikai eljárással értek el, rézzel és ezüsttel ötvözték a tárgyat, majd különböző kémiai eljárásokkal feldúsították a tárgynak a felszínét aranyban, tehát úgy nézett ki, mintha arany lett volna, és igazából ez a megjelenés volt számukra nagyon fontos. Nem az, hogy az a tárgy teljes vastagságában aranyból legyen, és akkor az x ezer dollárt érjen, hanem igazából az a hatás, amit kelt. Ezért van az, hogy az ilyen múzeumi aranytárgyaknak a jelentős részét megnézzük, akkor az valójában valamilyen arany ötvözetet jelent, nem 24 karátos aranyat. Térjünk vissza a mába. Juhász Gergely, a Konklúd befektetési ZRT vezérigazgatója. Ez egy kultúrtörténeti csoda, hogy miért pont az arany vált a világon a pénzé, az elismert pénzé. 2500 évvel ezelőtt már valódi aranypénzeket vertek, ugye hát Krőzus nevét talán mindenki ismeri. Az első aranypénzt verette, hivatalos aranypénzt. De én mégis úgy gondolom, hogy már korábban is létezett az arany, mint csereeszköz. Sőt, hát voltam egy pár évvel ezelőtt itt egy kiállításon Budapesten, ahol ugye a szkita kincsek voltak kiállítva, és megdöbbenéssel tapasztaltam. Ezek olyan 3500 éves leletek voltak kiállítva, hogy a nők ruhájára teljesen ilyen pénzszerű kis érméket vertek. Ugye hát ennek az lehetett az oka egyrészt, hogy ugye napba öltözött, tehát ilyen szakrális oka is lehetett. Másrészt viszont el tudom képzelni, hogy ezek a kis érmék ott akár csereeszközként, vagy vagyon megőrzési eszközként is funkcionáltak már 3500 éve. Az aranyban, mint befektetési eszközben az az érdekes, hogy van érzelmi viszonyulás az arannyal szembe. Tehát még egy részvénnyel kapcsolatban különösebb érzelmi viszonyulása nincs az embernek, de az arannyal szembe van.